Tisztelettel köszöntöm a látogatókat. Szeretném közölni, hogy beindult a támogatói rendszerünk, akik kedvelik a videóinkat, így módon tudnak minket anyagilag is támogatni. A Szent István halála utáni zavaros, zűrzavaros korszakról fogunk beszélgetni. Kezdjük is mindjárt az elején, hogy tulajdonképpen Orszalló Péter, ahogyan trónra került, az úgy néz ki, mintha egy kihalt Árpádházi korszakban egy leányági Árpádházi király került volna trónra. Igen, innen nézve így van. Nagyon nehezen eldönthető, hogy miért őt választotta, vagy innen visszanézve nehezen eldönthető, hogy miért éppen őt választotta István. De talán, ha tudunk egy-két információt az Orszalló Péter életéről, akkor ezt segít megérteni. Ugye ő az anyukája, a Szent Istvánnak a testvére volt, a húga volt, és a apukája az pedig Orszalló Ottó, Velencei Dózse. A Velencei köztársaság ebben az időben a Bizánci Birodalom vazalusa volt, de a német-római császár az rendszeresen beleszólt a velencei belpolitikai kérdésekbe, és így valami szerint 1026 táján kellett menekülni az Orszalló családnak, az Orszalló Dózsénak, és a felesége, illetve a gyermekei Magyarországra jöttek, hiszen rokonokhoz jöttek, ő pedig Bizáncba, Konstantinápolyba ment, már mint Orszalló Ottó, a hűvérurához segítséget kérni. Tehát azt lehet mondani, hogy kb. 1026-tól kezdve Orszalló Péter Magyarországon élt. Az udvarban, a királyi családban. Nyilván sokat nem tudunk a konkrét tevékenységéről, de az tény, hogy Szent Imre herceg halála után ő lett a testőrség parancsnoka, illetve hat parancsnok. Tehát Szent István hadait Orszalló Péter vezette. És én azt gondolom, hogy a rokoni szál, meg ez a elég hosszú időszak, hogy megismerje őt, ez késztette Szent Istvánt arra, hogy úgy gondolta, hogy egy megfelelő örökös lehet. Hiszen mindenhol körülötte a régi, a nem Szent István által elképzelt Magyarországot feldúlni akarók vették körül Szent Istvánt, és ő egy nyugati keresztény magyar királyságot akart alapítani, és ezt akarta hagyni az örököseire. Ezt a korszakot illetően ellentmondásosak a források. Teljesen. A képes krónika beszámolóit hozzuk föl. Képes krónika azt mondja, hogy mikor Szent Imre meghalt, akkor István ki akarta hozatni a tömlöcből vazult, mert őt szándékozott megnevezni örököséül, és Gizella embere Sebös vakítatta meg. És Szent István ezek szerint hű akart maradni a vérszerződéshez. Hát ez egy forrás. Egy forrás, nem forrás. Az az igazság, hogy miért volt, ugye hercegségekre volt felosztva a korabeli Magyarország, ugye a somogyi rész, az volt egy hercegség, több hercegség volt, a nyitrai rész is egy hercegség volt, és ennek a hercegségnek volt a vezetője Vazul vagy Vászolj. És valamiféle lázadásba keveredett, nyilván a királya ellen, ha egyszer fogságban volt, fogságba került. Valamilyen lázadás Szent István ellen. És ezért tudták őt, hogy úgy mondjam, a börtönben elkapni, és hát aztán mivel, amit tettek vele. Tehát nem tudom, hogy mennyire érezhette úgy Szent István, hogy ez a fiatalember, ez a rokona az ő művét fogja folytatni. Itt sok a bizonytalansága. Források egymásnak ellentmondó dolgokat
fiatalok. Tehát nem van egyértelmű, szerintem vazulnak a szerepe. Igen, ez a kérdés valóban zavaros. De még mindig ott van a kérdés, hogy Orszaló Péterrel egy szinten van a három fiú, Szár László, vagy éppen Vazul fiai, Levente, András és Béla. Az hogy lehet, hogy nem őket hívták be a trónra? Én azt gondolom, hogy semmiféle hatalmuk nem volt. Tehát ők valahol egyik hercegségben nevelkedtek, viszonylag fiatal emberek voltak ekkor még. Gondolj bele, hogy ez a 30-as évek, hogyha a 31-re tesszük ezt a Vazul-féle merényletet, akkor ők nagyon fiatalok lehettek, hiszen amikor majd 1046-ban visszatérnek, akkor egy ilyen 20-as évei közepén van András. Közepén, végén. Tehát itt még azért nagyon szinte még gyerekember. A testvérei meg még fiatalabbak. Tehát lehet, hogy a kor is közel játszott ebben, meg az a környezet, ha Vazul az apjuk, akkor az a környezet, hiszen ez egy lázadó környezet, akkor miért őket választotta volna Szent István? Szent István azt szerette volna, hogy az irgalmatlan, iszonyatos munka, amivel létrehozott egy működő, korszerű európai nagyhatalmat, az ne menjen el, tehát ne megmaradjanak az eredményei. És hát én azt gondolom, hogy ebben a igaz, hogy Velencében született, de hát gyermekkora óta Magyarországon élő, tehát kiválóan beszélt magyarul, megbízott benne, vezette a seregét, és egyébként majd bebizonyítja, hogy valóban méltó az első uralkodása, 1038 és 41 közötti uralkodás ideje alatt abszolút folytatja a Szent Istvánnak a művét, az egyházat támogatja, harcol a német-római birodalom ellen. Jó választásnak tűnt. Akárhogy is, Péter trónra kerül, később kimutatja a foga fehérjét, amit a képes kronika egyszerűen úgy összegez, hogy Péter kegyetlenkedései. Ezt járjuk körül kicsit. Hát ez nem egészen. Tehát, ahogy mondtam, ez az időszak, ez 1041-ig eltartott ez a Szent Istváni munkának a folytatása. 1041-ben azonban egy, hát minek nevezzem, palotaforradalom, vagy egy lázadás tört ki ellene, mégpedig Aga Sámuel vezetésével, aki a nádor volt, ugye ez a király helyettese. Már az öregedő Szent Istvánnak is a nádora volt, és Péternek is a nádora. És az ő szervezésével tört ki ez a felkelés, aminek az volt a célja, hogy hát elűzze ezt a nem magyar, vagy félig magyar uralkodót, és nagyon több forrásban is nagyon, nagyon negatívan írnak a Sámuelről. Tehát valami ott nem tudjuk pontosan, hogy mit akart, ugye? De nagyon hamar, tehát amikor trónra kerül, elűzik Pétert, és utána trónra kerül, utána nagyon hamar ellene fordul a többi főúr. Ugye ez egy ilyen főúri összeesküvés volt, vagy abban az időben nevezhetjük már főuraknak, vagy főembereknek az összeesküvésen, és nagyon-nagyon hamar ellene fordulnak, és nem véletlen, hogy egy-két éven belül üzenetet küldenek a harmadik Henriknél, német-római császárnál volt menekült Orszaló Péter, és küldik az üzenetet, hogy jöjjön vissza, mert az jobb volt, mint ez. De mégis valahogy próbálnak minket beavatni, hogy milyen szerencsétlen miért lehetett ez? Döntései hát, voltak hát Abának és Péternek is. Hát Aba Sámuel ugye azt írták, hogy az előkelők, tehát egyenrangúnak tekintette a szolganépet az előkelőkkel. Ez ugye nem nagyon, gondolom az előkelőknek ez nem nagyon tetszett. Meg ott az egyházzal ezzel a mi ugye hitettett, Szent István hitettett a nyugati kereszténység mellett, Róma mellett. Ők nem azt mondom, hogy elterjedt ez, hogy pogány lázadás, ugye
majd a 40-es években. Nem vagyok benne biztos, hogy ez pogánylázadás. Ez én szerintem egy valamiféle másfajta kereszténységet gondoltak. Tehát egy egyszerűbb, nem egy katolikus kereszténységet. De mindesetre tehát István műve az így volt egységes, hogy megcsinált egy világi államot, meg hozzá az egyházi államot. Gondoljunk bele, hogy a magyar király apostoli király volt. Nálunk a pápa nem volt magasabb rangú, mint a magyar király. Tehát ez a dolog, ez így nálunk nagyon jól működött. És akkor mégis voltak ilyen lázadók, főleg ugye itt az Alföld Békésbe, akik úgy gondolták, hogy ezen változtatni kell. És Abba Sámuel, amikor az urak elfordultak tőle, Abba Sámuel a köznéphez fordult, és a köznépből toborozta a híveit, hogy így mondjam. És akkor a főurak voltak azok, akik aztán a harmadik Henrik német-római császárhoz mentek, és ők felkérték, hogy hát, jöjjön vissza Péter, és csináljon rendet, mert rendetlenség volt. Mik voltak Péter bűnei, amiért akár első körben is ellene fordultak a magyar főurak? Én véleményem szerint abszolút külön kell választani az ő két uralkodását. Az első, a 1038 és 41 közötti, ott én szerintem teljesen követte Szent Istvánnak a hagyományait, a Szent Istváni módon vezette az országot. Viszont volt egy főúri lázadás ellene. Amikor visszatért másodszor, német segítséggel visszatért másodszor, német-római segítséggel tért vissza másodszor, na utána, az viszont hát, na onnan származik. Gyalázatos. Az már gyalázatos, igen. Egy lándzsa képében, hát, tehát hűvéressé tette ezt a nagy, erős, önálló, talán legerősebb európai ország volt István alatt Magyarország, és ezt egy hűbéres országgá alacsonyítja le. Hát szóval nem csodálom, hogy kapkodták a fejüket az emberek akkoriban, és azt mondták, hogy ez még rosszabb, mint Abba Sámuel, úgyhogy akkor most már tényleg, akkor ne ilyen leányági, félig árpádházi személyek legyenek, akkor hívjuk vissza azokat a hercegeket, akik egyenes ágon árpádházi családtagok, és akkor legyen már rend végre. Az a rend, mert hogy rend volt Szent István uralkodásának a második felében, azért ebben az országban rend volt. Mert hogy Abánál még nehezebb az eset, származását tekintve, hogy ő hogyan kerülhetett trónra? Hát ő is Szent István egyik testvérét, lánytestvérét vette feleségül, tehát ilyen leányági kapcsolódás. Vagy még szinte az se? Vagy talán még az se, igen. Mindenesetre a család, az abák, a nemzetség, ugye az honfoglaló vezér nemzetség volt az övéké, a történelmük az hát gyakorlatilag mai napig a család leszármazottai élnek, vagy ennek az ágnak a leszármazottai élnek, csak különböző dinasztiákra szakadt szét. De hát akár első Károly idejében ugye a Balmádé, ennek ez a vonal. Ez a vonal, aminek talán adhatunk egy pozitív kicsengést, hogy a honfoglaló felmenők ekkora súlya szerepelhettek, hogy ha átmenetileg is, de elfogadta a magyar főúri réteg Abbát királyának. Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon a honfoglaló ősöktől való származás az nagyon-nagyon fontos dolog. Nem véletlen az, hogy a főúroknak végig a középkori magyar történetben olyan óriási tekintélye van. Ez nem véletlen. Én megvek róla győződve, hogy ez annak a következménye, hogy olyan súlyuk volt a hét törzsfőnöknek, vagy a törzsfőknek, vagy a törzsfőkre leszármazottainak. Igen. Visszahívták Pétert, aki gyalázatosan kezelte a magyar királyság ügyét. Így van. És akkor végül a fő minden ilyen dolog, amit negatívumként írtak róla, hogy olaszokkal, meg németekkel, madárként csicsergő olaszokkal, meg nem tudom milyen németekkel vette körül magát, mindez a második uralkodására igaz. Valóban Fehérváron egy nagy ünnepség keretében, egy lándzsa képében átnyújtotta a
Lándzsai elképezte Magyarországot, és átnyújtott, és akkor meghajolt a császár előtt, és Magyarország egész egyszerűen egy vazallus országává vált, hál' Istennek rövid időre, de mégis. Tehát ott valami nagyon elment neki. Ott nem tudta visszahozni az első uralkodásának azokat a pozitívumokat, amik jellemzőek voltak az első uralkodására. Tehát akkor a főúr réteg megelégelte? Én azt gondolom, hogy... És behívták a lazófiakat? Én azt gondolom, hogy ez a második, ez már egy ilyen... Te is megelégelted volna, tehát ilyen rendetlenség volt, majdnem minden tisztségből, tehát nem tartotta tiszteletben ezt a bizonyos leszármazási rendszert, hogy itt vannak honfoglaló vezérek és azoknak a családjai és azokból főurak, tehát ezt az egész rendszert nem tartotta tiszteletben, elbocsájtotta a magyar ilyen fő tisztségviselőket, és helyükre külföldieket, olaszokat, németeket nevezett ki. Igen. És egy idő múlva az emberek nagy része, a pogány lázadás is azért tört ki, véleményem szerint, mert azt mondták, hogy elég volt ebből az egész dologból. Ami viszont nagyon érdekes dolog, hogy képzeld el, hogy az első összeesküvés, tehát ami Abát juttatta a trónra, az is valahol Csanádon szerveződött, meg a második összeesküvés is, ami már András. Az Andrásféle, az is Csanádon. Tehát olyan, mintha Szent Gellértnek nagyon nagy szerepe lett volna ezekben a dolgokban. Hát az már ugye véletlen, vagy szerencsétlen, az ő szerencsétlensége, hogy itt a Kelenhegynél szegényt néhány püspöktársával elfogták, és ez az ismert módon ugye eljátszadoztak velük a felkelők, de hát hazatért a három Árpádházi egyenesági, és nagyon hamar, és valóban nagyon hamar rendet tettek, és az ország visszanyerte azt a tekintét. Próbálkoztak a németek, támadtak, de hazahívta András a bátyát, vagy öcsét, Bélát, ugye, akit Bajnok Bélának hívtak, nem véletlenül, hiszen őróla is úgy hírlett, hogy nem nagyon vesztett pár viadalt, és hát kiverték, akárhányszor próbálkoztak a németek. Úgyhogy igen, úgy tűnik, hogy az Árpád ház akkor volt rend Magyarországon, ha valóban az Árpád házi királyok uralkodtak. Akkor ezzel a pozitív kicsengésű gondolattal, hogy a magyar trónra végül is mindig a legmegfelelőbb uralkodó került, hiszen Béla uralkodása után az ő leszármazottai voltak végig a trónon, és akkor volt rend az országban mindig. Köszönjük a figyelmet!